napot kívánunk, és nagyon-nagyon nagy öröm, hogy elhozhattuk hozzátok is a Zene Varázslat című programunkat, amelynek az a lényege, hogy hozzátok gyerekekhez egy kicsit közelebb hozzuk a komoly zenét, és megmutassuk a klasszikus zenében rejlő értékeket. Amikor a mi lányaink egészen kicsik voltak, nálatok is kisebbek, akkor megfigyeltük, hogy bizonyos daraboknál kijönnek, amikor mi a nagy felnőtt koncertekre gyakorlunk, és elkezdenek ott a zongora mellett játszani. Mi pedig elkezdtük tesztelni a darabokat, hogy melyek azok a művek, amelyek hozzátok gyerekekhez közel állnak, és valahogy mutassuk meg, hogy micsoda csodák rejlenek ezekben a művekben. De amikor szépen ezt sorbaállítottuk, akkor rájöttünk, hogyha mindez így történik, akkor azt csináljuk, mint a többi művész, valahogy egy picit utat kellene mutatni számotokra, hogy a hangulatot megteremtsük. És ehhez magyar költők verseit hívtuk segítségül, amelyek nagyon-nagyon alátámasztották ezeket a mondani valókat. Viszont amikor már megvoltak a zongoradarabjaink, megvoltak a verseink, akkor rájöttünk, hogy a legeslegnagyobb szükségünk rátok van. A ti képzelő erőtökre, a ti fantáziátokra, mert bizony, ha lehunjátok a szemeiteket, akkor jönni fognak a képek, és megelevenedik mindaz a sok-sok csoda, ami ezekben rejlik. Pontosan úgy, ahogy Horgas Béla ezt leírja egy versében. Horgas Béla képzelni lehet. Képzelni lehet. Kezd el. Se jelszó, se rejtjel, se másféle varázslat nem kell, hogy a lábad elvigyen óperenciába. Szemeid színpadára hunyt szemmel tekints. Te vagy a van, és te vagy a nincs. Meg az itt, és az ott, és a tova. A lovas és a lova. Az úton a por, ott poroszkálsz, a porban valahol. Vagy az álom, röpülni szürke madárszárnyon, vagy a képek, a festett kő feléled. Van ez, nincs ez, létezik? A képzetekkel kiátszadozik, a tényekkel milyen lények? Bújocskáznak a vélemények. Képzelni lehet. Kezd el. Te vagy a van, és te vagy a nincs. Szemeid színpadára hunyt szemmel tekints. Hát pontosan ez lesz most a feladat, hogy lehunjátok a szemeiteket, megpróbáljuk megfejteni a zeneszerzők üzeneteit, és aztán a darab után megbeszéljük, hogy ki mit látott maga előtt. Thank you.
Köszönjük szépen! Hát előtte egy kérdést, hogy mindig ilyen jó gyerekek vagytok? Hát komolyan mondom, hogy én azt éreztem, hogy a Zeneakadémia nagy termében van épp a koncert, hát ott szokott ilyen csönd lenni, és hát nagyon megdicsérlek titeket, de ugye nem az történt, hogy lehunytátok a szemeiteket így ebéd után, és kicsit elbóbiskoltatok, ugye nem? Nem azért volt csönd, hanem pontosan azért, mert mindenki elképzelt maga elé valamit. Na most szeretném én ezeket a véleményeket hallani. Ki mit látott maga előtt? Nincsen rossz válasz, mert a fantáziánk, a képzeletünk az tényleg szabadon szárnyalhat. Mondjad! Bocsánat, azért kell halkan, hogy nagyon jól halljam a válaszokat, mert szerintem ez egy nagyon jó kis válasz lesz. Mondjad! Egy varázslatos és egy meghitt tájat láttam. Gyönyörű szép. Csak a zenét, de azt nagyon szépnek találtad, ugye? Róka? Igen, egy család rókát. Egy család rókát. Tehát jó sokat és békességben voltak, ugye? Nagyon jó, ott hátul. Én azt mondom, volt egy család, és boldogan ez milyen szép. Volt egy család, és boldogan vacsoráztak este. Ez a békét, nyugalmat sugározta megint, de reggeli hangulat a darab. Lili, mutasd meg nekem, hogy volt a darabban egy fő téma. Hallottátok, ugye? Ez egyre hangosabb lett, egyre intenzívebb, világosabb. Mit jelenthetett ez ebben a darabban? Mondjad? Nem értem. Kezd reggeleni, és mi jött föl? Hát mi jön föl reggel? Na, hát tudjátok ti? A nap, bizony a nap felkeltét. Azon kívül volt egy trillánk. Mutasd meg nekünk, Lili. Ez mi lehetett? Madárcsicsergés volt, aki azt mondta, hogy esőcseppek az ereszen. Na, volt-e még valami ilyen nagyon jó gondolatotok? Mert az az igazság, hogy ez nagyon biztatlak arra titeket, hogy igenis, azt mondja Debussy, hogy ott kezdődik a zene, ahol a szavak véget érnek. Hát nagyon sokszor lehet venni egy papírlapot, lefesteni, lerajzolni mindazt a sok-sok mondani valót, ami ezekben a darabokban rejlik. De hát nagyon sok mindent látnak a gyerekek, még egyet-kettőt meghallgatok, aztán megyünk tovább. Mondjad! Milyen családot? Nyúl családot, akkor megyünk tovább itt az állatok birodalmában. Esetleg még téged... Tessék! Tavaszt. Nagyon-nagyon jó. Az ébredést, pontosan a természet ébredését, és hát az az igazság, hogy mindenki olyat mond, ami az ő lelkében valami szépséget ébreszt. Pontosan egy hete mondta egy 7 éves kislány itt Nyíregyházán, hogy én egy szivárványt láttam, és rajta egy rózsaszín pónit. Hát gondolom neki ez a legkedvesebb, de mégis az én szívemben az egyik legemlékezetesebb az volt, amikor évekkel ezelőtt egy kislány azt mondta, hogy én nem is tudom, hogy mit láttam. Egyszerűen csak boldog voltam. Hát pontosan ezt a nyugalmat, ezt a szépséget sugározta a zene, és a zeneszerző ugye Edvard Grieg volt, norvég zeneszerző, a norvégoknak a nagy-nagy nemzeti büszkesége, és nagyon sokszor a zenéjében megjelenítette a tájakat, a norvég tájakat, a norvég embereknek a táncait, és azt mondják, hogy a magyar a legtehetségesebb nemzet. És hát én azt hiszem, hogy van ebben valami, mi tudunk-e olyan zeneszerzőket összehozni, akikkel nagyon büszkék lehetünk, akik tényleg az egész világban, amikor Magyarországról van szó, akkor ugye nagy dicsőséget szereznek a hazának. Hogy halljam? Kicsoda? Mozart nagyon-nagyon jó zeneszerző volt, de osztrák. Én a magyarokat keresem. Mozart, nagyon szeretitek Mozartot, és nagyon jó zeneszerző is. Kodály Zoltán, hát itt vagyunk Nyíregyházán, ugye a kórus mozgalom, pontosan. Ki volt az ő párja a népdalgyűjtésben? Bartók Béla. Aztán volt egy Ferencünk, akinek nagyon divatos haja volt, és hát mindenki nagyon örülne, ugye minden zongorista, ha negyed annyira tudna, vagy tized annyira zongorázni, mint ő, nem ki ő? Liszt Ferenc, nagyon ügyesek vagytok. És van nekünk még egy Ferencünk. Hogy halljam, mi volt az? Móra Ferenc, ő író volt. Azt segítek, hogy nemrégen volt ugye a Magyar Kultúra Napja, egy kicsit hozzá kapcsolódik.
Erkel Ferenc. És minek volt a megzenésítője ő? A himnusznak. Nagyon ügyesek vagytok, hát le a kalappal, nagyon okosak vagytok. És az az igazság, hogy tényleg büszkék is lehetünk mi ezekre a nagyságokra, de ugye, és ők is nagyon sokat behozták a zenéikbe a magyar nép jellegzetességeit, de nem csak ilyen nemzeti dolgok lehetnek a muzsikában, nem csak hangulatok, hanem bizony a humor is nagyon sokszor helyet kap. Ti szerettek nevetni? Hát, ez olyan halvány félmosoly volt nekem. Szerettek nevetni? Hát ez már olyan kacagás. Szerettek nevetni? Na most hittem el. Most elhittem. Hát az az igazság, hogy nevessetek is nagyon sokat, mert ez az életnek egy nagyon nagy ajándéka, és bizony sokszor-sokszor átsegít minket a nehézségeken. Egy jókor jött mosoly, egy jókor jött vicc, vagy egy kedves összemosolygás, az bizony a nehézségeket is meg tudja oldani. És képzeljétek el, hogy a zeneszerzők is nagyon szerettek nevetni. Én amikor ennyi idős voltam, mint ti, akkor nagyon sokszor néztem a portrékat, mondjuk matek vagy fizika órán, és azt néztem, hogy hát ezek a zeneszerzők olyan, mintha citromba haraptak volna, pedig ez csak a portréfestés jellemzője volt. Ők is rengeteg humorral éltek, és ezt nagyon sok eszközzel a muzsikába becsempészték. Most erre mutatunk nektek egy nagyon jó példát, Antoni Dvorzsák a zeneszerző, és egy szláv táncot fogunk nektek bemutatni, ahol incselkedik, csúfolódik, egymás között dobálja szinte a szólamokat, de ugye mi azt mondtuk, hogy mindig verssel támasztjuk alá azt a hangulatot, ami a zenében van. Hát most én szeretném megkérdezni, hogy hány lány van most itt a teremben? Tegye föl a kezét, hagyd nézzem. Nagyon jó. Hány fiunk? Szuper. Van egy-két bizonytalankodó, látom, nem tette föl a kezét, az délután megkérdezi anyukáját, tuti, hogy fogja tudni a választ, jó, és akkor rendben lesz. Na most, lányok, az az igazság, hogy látom itt a nyíregyházi fiúk szemében a csillogást, és azt a vágyat, hogy mindig a mi kedvünkben szeretnének járni, csak hát szegények néha hibáznak. Most eljött a pillanat, hogy végre nem megbántva a másikat, és nem személyeskedve a Józsi, Pisti, stb., hanem csak úgy általánosságban, van-e olyan, amit esetleg nem szeretünk a fiúkban? Na? Durvaságot nem szeretjük bennük. Csúfolódnak a fiúk. Lögdösödnek, de nagyon halknak kell lenni, mert ti hallottok engem, én rosszabbul titeket. Igen, mondjad? Verekedősek. Húha, azért látom, hogy összegyűlt egy pár. Igen, mondjad? Nem hagynak békén, de az lehet, hogy azért, mert udvarolnak, nem? Tehát ez benne van a pakliban. Na, meghallgatjuk, hogy mit mond erről a költő, hogyha csönd lesz. Utána meghallgatjuk Antoni Dvorzsáknak a szláv táncát, ezt a nagyon viccelődős zenét. Egyébként ő nagyon érdekes volt, állítólag minden zenésznek van valami happy-e. Neki az volt, hogy mindig galambok közt írta a zenéjét, és állandóan a szabadidejét a pályaudvarokon töltötte, ugyanis kívülről tudta a vonatok menetrendjét, és állítólag a mozdonyok zakatolása hallatszódik is egy kicsit a műveiben. Na, meghallgatjuk, de leginkább ezt az incselkedés, csúfolódást, és először is Lackfi János véleményét a lányok nevében. Lackfi János lányok dala. Azt mondják a fiúk, nyávogunk, sejpegünk, játszani nem lehet semmi jót se velünk. De ők tiszta lükék, földön fetrengenek, egymás fejét verik, és azt mondják ez, remek. És egymást lögdösik, rúgják, labda sehol, azt mondják ez foci. Ruhájuk, csupa por. Autókártyázva meg összevesznek azon, hogy hány köpcenti a hengerűrtartalom. A lány WC-be is bejönnek a fiúk, vízzel locsolnak ők, mi meg sikoltozunk. Kiteszik lábukat, benne hasra esünk, azt mondják, van hajunk,
azt mondják, nincs eszünk. A fenekünk alá ők tesznek rajszöget, békén nem hagynak, és belénk szerelmesek. Szépen, ugye hallatszódott, hogy hogyan dobálta a szólamokat egymás között, de hát próbáljunk már egy kis igazságot teremteni. Hát most szerintetek mi jön? Kiket fogok kérdezni az ellenvéleményről? Hát na a fiúkat! Van-e valami, ami a szívünket nyomja, fiúk, vagy tökéletesek a nyíregyházi lányok? Nagyon szépen, hallgassuk meg, hogy tényleg van-e valami, ami a szívünket nyomja. Milyenek a lányok? Elfelejtetted, nem baj. Nem hagynak békén, akkor ez ilyen ide-oda-vissza dolog. Várjatok, mert ez nagyon-nagyon összefoglalt mondat. Na, mint például nincsen, tudod, hanem hogy, tehát milyenek? Rugdossák a fiúkat. Nyávogósak. Ugyanezt akart. Akkor a nyávogásban benne van minden. Na most, fiúk, én látom ezt, hát sajnos elég sok kéz van a levegőben. Megbeszéljük koncert után, de előtte meghallgatjuk, ugye, hogy a költő hogyan vélekedik, és én mégiscsak arra figyelmeztetlek titeket, hogy
az az igazság, hogy sokszor ez játék, sokszor csak úgy oda szúrogatunk a másiknak, de bizony ebből nagyon-nagyon sok rossz dolog származhat. És amikor olyan picibe kezdődik el minden, akkor egyszer csak az emberben olyan nagyon nagy szorongás lesz, aztán ez ilyen csúnya hangulattá fejlődik. Erre mutatunk nektek egy darabot, amely szóló darab lesz, az én középső lányom, Lili fogja nektek eljátszani, aki 16 éves ugyan, de már ő 13 éves kora óta a Salzburgi Egyetemnek, a Mozarteumnak, a különös tehetségek osztályának a hallgatója, és ő egyedül erre a turnéra jött haza most, és hát szerintem ez egy nagy kuriózum, hogy szerintem a világban nincs is más anya-lánya páros, és ez a turné nagyon nagy sikerrel zajlott így, hogy együtt mutattuk be nektek a műveket. Egy nagyon érdekes darab fog következni. Egyébként biztatlak titeket, hogy zongorázatok, tanuljatok zenét, mert nagyon szép sikereket lehet ebben is elérni. Ő is nagyon sok nemzetközi versenyt megnyert New Yorkban, Münchenben, Olaszország több városában. Tehát elő ezokat a kottákat, tessék zenét tanulni, de előtte akkor elmondom nektek a fiúk dalát, Lackfi János véleményét, és aztán pedig jön ez az egészen furcsa, szorongós darab. Lackfi János fiúk dala. Az összes lány dilis. Azt, hogy miről susog, hiába is vered, nem mondja meg. Titok! Mind kastélyban lakik, van 20 aranylova, na de azért nem lovohozzák a suliba. Kertjükben egy fa van, igaz gyöngyötterem, szekrényükben csoki cukor töménytelen. A falból zene szól náluk, ezt szeretik. Táncol, pörög, forog étnappal mindegyik. A ruhájuk sejem, gyémántjuk igazi, már ha ezt a mesét valaki beveszi. Mind nyelvet nyújtogat, s ha felrúgod ezért, bőg és árulkodik. Még te kapsz büntetést. Körmükre szíveket tollukkal festenek. Kibírhatatlanok, és belénk szerelmesek. Ugye ez egy ilyen nagyon szorongós darab volt. Ti szoktatok veszekedni?
Hát, az az igazság, aki azt mondja, hogy soha, az valószínűleg nem mond igazat, de én azt mondom, hogy picit próbáljunk meg másfelé fókuszálni, mert olyan sok energiát elvesz, pedig más sokkal fontosabb lenne, amire figyelnünk kellene, és ami a legeslegfontosabb az életben. Szerintetek mi a legfontosabb az életben? A szeretet. Akart valaki még mást mondani? A boldogság, de hát az a szeretetből ugye nagyon sokszor következik. Én is azt hiszem, hogy a szeretet az, amit minden nap újra kezdhetünk. Ha el is rontjuk, azért mindig kapunk egy új esélyt. És nekem egy nagyon nagy kedvencem, pontosan egy éve mondta egy középiskolás turnén, azt hiszem pont itt Nyíregyházán egy 18 év körüli fiú, hogy a legfontosabb szeretni és szeretve lenni. Hát bizony én azt hiszem, hogy ez a körforgás az, ami erőt ad a mindennapokhoz, hogy azokat ne csak túléljük, hanem megéljük. És most én arra kérlek titeket, hogy mindenki hunja le egy kicsit a szemét. És gondoljon arra, akit a legeslegjobban szeret. Mert most a zenének azt a részét mutatjuk be, és azt a feladatát, amikor tényleg oda a szívekig hatol, és felerősíti bennünk az érzelmeket. Tehát gondoljon arra, aki tényleg a szíve közepén van, és nekünk felnőtteknek is van egy pár percünk, hogy megköszönjünk titeket, hogy ajándékba kaptunk, hogy nevelhetünk, és egyáltalán mindenkinek legyen a szívében hála, hogy van kire gondolnia. Hallgassatok meg egy gyönyörű szép verset a szeretetről, aztán pedig Chopin nagy ámolkeringőjét. Őri István, döbbenés. Néha rádöbbenek, hogy bármikor elveszthetlek. És arra is, hogy nem elég, hogyha csak egyszer mondom azt, hogy szeretlek. Hogy bármikor történhet veled, vagy velem valami, és hogy milyen jó a hangodat hallani. Arra, hogy milyen nehéz néha őszintének lenni, és milyen könnyű egy szóval megbántottá tenni. Hogy meg kell mondani, ha valami fáj, de minden tönkre tehet egy összeszorított száj. Túl rövid az élet arra, hogy veszekedjünk, hogy mindig csak jobb és jobb sorsot reméljünk. Mindig kell, hogy legyen erőnk arra, hogy nevessünk, és mindig kell idő arra, hogy szeressünk. Thank you.
Köszönjük szépen! Ugye milyen szép zene azért ez? Én azt hiszem, hogy Frédéric Chopinnél hát talán nem is volt alkalmasabb arra, aki ennyire érzékenyen be tudja mutatni, hogy ott mi van legbelül a szívben, és az igazi fájdalmat úgy ilyen érzékenységgel megjeleníteni. Ki tudja, hogy milyen nemzetiségű zeneszerző volt egyébként Frédéric Chopin? Mondjad? Zeneszerző volt, csak milyen nemzetiségű? Mondjad te ott hátul, igen. Aki te jelentkezel? Lengyel bizony. Hát egy nagyon-nagyon nagy büszkeség ennek a népnek. Ő nagyon nagy részét az életének aztán Párizsban töltötte, de én azt hiszem, hogy tényleg az igazi, a romantika egyik legnagyobb képviselője. És már ki is mondtam egy bűvszót, hogy romantika, ugye ez nagyon kedves a mi szívünknek, ez a szó, de ez egy művészeti korszakot is jelöl. Ti nagyon okosak vagytok. Szedjük már össze, hogy milyen művészeti korszakokat ismerünk. Mondjad? Reneszánsz, mi jött utána? Barokk. Aztán? Mondjad? Nem hallom. Még mindig nem, csak kiabálva tudnám meghallani. Klasszika, pontosan bécsi klasszika. Azután mi jött? Romantika, ugye ezt mondtátok? És mi jön a romantika után? A klasszika az volt, aztán romantika, aztán... Nem értem. Az bizony, az impresszionizmus. Nagyon okosak vagytok. Egyébként abban is van egy ilyen nagyon jó történet, amikor ezt kérdeztem, hogy mi jön a romantika után. Egy kislány azt mondta egyszer, hogy hát a szerelem. Tehát igen, ez vetíteni elő, de a művészeti korszakokban pontosan az impresszionizmus, amilyen benyomást jelöl, és nagyon érdekes nekem ez a kedvenc művészeti korszakom, minden olyan elmosódott, olyan egészen furcsa világ, hogyha például egy festményt megnézünk, akkor, hogyha közel megyünk a vázonhoz, akkor szinte pacákat látunk, és aztán egyszerűen távolodunk, és megjelenik maga a csoda. Ugyanúgy, ahogy amikor zongorázunk ezt a művet, ez egy impresszionista mű lesz, olyan, mintha folyamatosan félreütögetnénk, pedig ugye, ahogy megtanultuk, Lili? Tényleg becsületesen megtanultuk, de minden olyan elmosódott, és hogy ezt nagyon jól szemléltessük nektek, egy olyan angyalt hívtunk segítségül, aki tényleg olyan, mint maga az impresszionizmus. Minden olyan éteri, olyan megfoghatatlan, de valahol maszatos. Tehát hallgassátok meg a verset, talán így könnyebb is ezt a művészeti korszakot behatárolni, és aztán pedig Ravel tündérkertjét, amelynek az az érdekesség ennek a műnek, hogy ez két gyereknek írta Ravel, de képzétek el, hogy a darab bemutatója előtt inukba szállt a bátorságuk, és nem játszották el. Hát mi összeszedjük minden erőnket, és bemutatjuk nektek ezt a csodálatos művet. Horgas Béla, az én cirkuszom. Ez a trombita-bita akkora sárga, de sárga, de réz. Ez úgy villog, te úgy, rá ne néz. A trombita-bitabában ott lakik egy angyal, maszatos ruhában. Maszatos az arca, csupa málna, csupa megy, csupa földi szeder. A trombita-bitabában az angyal hamisan énekel. Ez semmi, de semmi. Ez akkor is annyira szép. Hallgass csak a trombita bábul az angyal énekét. Thank you.
köszönjük szépen! Hallottátok, hogy a fokozást hogy ért el a zeneszerző, ugye egészen pici dallamból ezzel az ünnepélyességgel méltóság teljesítette az egész művet, de a fokozásnak egyébként van egy másik lehetősége is, az amikor egyre gyorsabbá várunk, egyre hangosabbá. Erre szeretnénk most nektek egy nagyon-nagyon ismert dallamot bemutatni, de előtte, ugye ez egy zenekari mű, de előtte azért megkérdeznélek titeket, hogy ez milyen műfaj a kamarazenének, melyik fajtája, amit mi most a Lilivel mutatunk nektek. Hát ugye általában egy zongorista ül egy zongoránál. Ezt hogyan hívják? Tedd föl a kezed, Lili, hogy amikor két zongorista egy zongoránál. Számoljuk már meg, hogy hány kezd. Négykezes bizony, és tudjátok, hogy amikor mondjuk mit tudom én, egy hegedűssel, egy furujással, egy énekessel együtt játszik egy zongorista, akkor bizony az a fontos, és ő pedig kísér. Mi van nálunk, hogy így össze-vissza cserélgetjük is, hogy ki ül alul, ki ül felül, szerintetek melyik szólama fontosabb? Ki mondja azt, hogy a felső, hiszen az csillog-villog, mutatja a dallamot, énekel. Hagyd nézem kezeket a levegőbe. Hányan gondolnak arra, hogy a felső szólama fontos? Hányan gondolnak arra, hogy dehogy is a felső, az alsó, hát az adja az alapot? Hú, de sokan! Hát én meg azt mondom, hogy egyik válasz sem jó. Hát bizony, mind a kettő egyformán fontos, én reméltem, hogy nem azt mondjátok, hogy egyik sem, mert akkor csomagolhatnánk és hazamehetnénk. Bizony, mind a kettő, és ezt nagyon jól ki tudják használni a zeneszerzők, ezért tudunk zenekari műveket is eljátszani, például így négykézzel zongorán, és hát én azt hiszem, hogy tényleg ez az együtt muzsikálásnak nagyon-nagyon nagyon hasznos és nagyon-nagyon szívet melengető fajtája. Én nagyon biztatlak titeket a négykezesezésre, mert tényleg egymásra figyelni, együtt muzsikálni, ez valami csodálatos dolog. Tehát jön ez a nagyon érdekes és nagyon ismert mű, Edvard Grieg tollából. Hallottátok már Edvard Grieg nevét? Jaj, aki azt mondta, hogy nem, az hol volt a koncert elején? Tudjátok a reggeli hangulat, emlékeztek? Hát milyen nemzetiségű volt ez az Edvard Grieg? Na, hát akkor nagyon sokan figyeltek, bizony. Ennek a suite-nek az utolsó tétele fog következni a Hegyi Király barlangjában, de előtte azért érzékeltessük, hogy a magyar nyelvben mi a fokozás eszköze, ugye? Melyik szócskát használjuk arra? Hogyan is képezzük a fokozást? Van a szép, van a középfok, ugye? Szebb. Felsőfok. Pontosan ott van ez a legszócska. Na most erre találunk egy példát. Csukás István mesehősét. Ki az az egyfejű, akit mindenki annyira szeret? Bizony Süsü, és abban van egy király, akiről most ez a dallam, vagy ez a vers szól, és utána pedig Grieg tollából ez a dallam. Torzomborz a nagy király, leges, legnagyobb. A híre a környéken, mint az arany, úgy ragyog. Torzomborz a nagy király, leges, legokosabb. Legerősebb, leghatalmasabb. Torzomborz a csupa leg, mindenből a leglegebb. Hogyha feláll egy székre, feje veri az eget. Thank you.
Köszönjük szépen! Ugye milyen félelmetes zene volt? Hát, szerintem azért félelmetes volt. Lehet, hogy volt, aki odabújt a szomszédjához, mert azért tényleg olyan nagyon-nagyon feszültséget keltő volt ez a muzsika. Na de most egy olyan kérdésem lenne, hogy mondjátok meg, hogy ki hallotta már valaha ezt a dallamot? Ugye milyen sokan? És most egy olyat kérdezek, és csak őszinte választ várok, mert tudjátok, hogy az életben mindig őszintének kell lenni. Egy nagyon jó gondolatot olvastam pont a múltkoriban, hogy aki őszinte és igazat mond, annak nincs szüksége memóriára. Hát bizony ez így van. Tehát most őszintén kérdezem, ki tudta azt, hogy az Edvard Grieg első Peer-Gynt szvítjének az utolsó tétele? Hát nem baj, ha nem tudtátok, én se tudtam volna. Mert bizony mi azért jövünk ide közétek, hogy megmutassuk, hogy ezek a nagyon népszerű dallamok, ezek nem méltatlanul lettek, ilyen ismertek, és bizony nem számítógépes játékoké, meg nem rajzfilmek zenéje, hanem akár sok száz év távlatából is nagyon nagy zeneszerzők munkái, és bizony-bizony nagyon sok örömet okoznak az embereknek. Én azt hiszem, hogy talán ez a koncert is megmutatta, hogy a komoly zenének adjunk már mindig egy esélyt, hogyha halljátok a tévéből, rádióból, ne tekerjük le rögtön azt a gombot, hanem picikét figyeljünk oda, hát ha valami nagyon szerethető dallam fog ebből kisülni, és azért az igazság, hogy én is kérhetek valamit tőletek a koncertért cserébe? Hát ez nagyon halvány volt. Hát én azt szeretném kérni, hogy most ugye nem tudjuk, hogy mi lesz ezzel a téllel, mert megint esik a hó, és én mégis azt szeretném kérni, hogy ha nagyon sokat vagytok kint a szabadban, legyetek is. De amikor bejöttök a szobába, akkor ne rögtön a számítógépet nyomjuk meg a telefonokat. Én tudom, hogy ez a világ van most, és főleg ne a televíziót. Mondjuk egy műsort most, hogy így komoly zenerajongók lettetek, megnézhettek az M5-nek a komoly zenei koncertek, illetve az operák ajánlóit, az Előszó című műsort, mert abban velem találkozhatok majd minden héten, jó? És akkor így kapcsolatban maradunk, tehát azt azért nézzétek, de egyébként az a legnagyobb tanácsom, hogy kucorodjatok le egy fotelba, kapcsoljatok be valami nagyon szép, nagyon kellemes zenét, és olvassatok rengeteg verset, regényt és mindenféle jó dolgot, mert azok a kincsek, amiket most összegyűjtötök, azok az egész életeteket meg fogják határozni, és én most azt kérem, hogy ahogy az elején ültetek, most legyetek nagyon-nagyon csöndben, mert pontosan erről a kincsgyűjtésről szeretnék mondani egy nagyon szép verset, aztán egy nagyon-nagyon érdekes zenét. Ez egy amerikai zeneszerzőtől kaptuk ezt a kottát, és ő minket kért föl, hogy ezt a darabot játsszuk el. Én szerintem egy nagyon szép zene, és ennek a versnek pedig nagyon-nagyon mély a mondani valója. Szabó T. Anna Van egy világ című verse, amely a tavalyi lemezünknek, amelyet Rudolf Péterrel készítettünk, ez a címadó verse. Én azt hiszem, hogy igazi mély üzenettel és mondani valóval. Szabó T. Anna, Van egy világ. Az én világom oszthatatlan, és elmerülnék most magamban, de hadd legyek mégis itt veled. És te érts meg olyankor is, amikor én nem értelek. Van egy világ, amiben mindig csak ma van, ahol egyedül vagyok, de itt vagyok önmagam. A világomban rend van, és ezt a rendet ismerem. Nekem legbelülről kerek az életem. Az én világom oszthatatlan, és elmerülnék most magamban, de hadd legyek mégis itt veled, mert belülről tudom, hogy így szeretsz. És te érts meg olyankor is, amikor én nem értelek. A nagyvilágban nem vagyunk egyedül. Erre kevés a szó, ez mindig kiderül. Mindenki külön világ, mégis értük emberül, mert ami igazán fontos, az itt van, legbelül. Thank you.
Köszönjük szépen! Na és most, hogy vége ennek a napnak valamennyire az iskolába, és mindenki indián szökelésbe menjen haza, és azonnal kérdezze az anyukáját, hogy mit segíthet most, akár mosogatni, még pont le kell ülni. Most jön az utolsó darab, és méghozzá az lenne a lényeg, hogy picit felfrissüljünk, mert mégiscsak magyar vér csörgedezik az ereinkben, ugye magyar virtussal, és azt bebizonyítva, hogy a zenét mindenki szereti, és mindenki élvezi, érzi a lüktetést, hát most Vejne Leó rókatánca következik, és arra kérnélek titeket, hogy ahogy elkezdjük a darabot, gyorsan és nagyon-nagyon szépen ritmusban maradva, biztassatok minket tapssal. És lesz, amikor táncolnátok, mert ugye itt ebben a nagy teremben nem lehet táncolni, és lesz majd egy rész, amikor csetlenénk, botlanánk, mert nincs a zenének lüktetése, akkor maradjatok csöndbe, de ha igaz, amit mondtam, és ugye mindig igazat mondunk, akkor a legvégén gyertek vissza tapssal. Én köszönöm a figyelmet, én kívánok nektek nagyon-nagyon sok olvasást, zenehallgatást, kincsgyűjtést oda belülre, és remélem, hogy még találkozunk. Várnagy Andrea és Farkas Lili voltunk.